Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2024. március 13-án este 7 órától. Kezdünk! Nyomásfokozó. 12 ezer ember számára alakul ki kedvezőbb nyomásztént. Bővült az értéktár, 5 új értékkel gazdagodott a lista. A matematika ünnepe nemzetközi P-nap a Nyíregyházi Egyetemen. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Megtörtént a debreceni Simai Tünde utca kereszteződésében kialakított nyomásfokozó műszaki átadás átvételi eljárása. A 30 napos próbaüzem során nem merült fel hiba jelenség. A fejlesztés nem csak az ipari park szempontjából jelentős, eredményeként közel 12 ezer ember számára alakul ki kedvezőbb nyomásztént. Nyíregyháza a mai kor igényeinek megfelelő módon a termelőgazdaság fejlesztési érdekében a már meglévő ipari parkjainak jelentős fejlesztését határozta el. Az ipari park területén jelentkező sürgős igények kielégítése érdekében a meglévő városi vízvezetéki hálózaton történt beavatkozás, az üzemeltető Nyírségvíz ZRT közreműködésével a debreceni Simai Tünde utca kereszteződésében megvalósult egy nyomásfokú műtárgy kivitelezése. A fejlesztés kedvezőbb nyomásviszonyokat teremt Borbánya, Kisteleki szőlő, Butyka, Nagyszállás és Nyérjes tanya, valamint a Kállói út vasúttól keletre első részein, hiszen közel 12 ezer ember számára alakul ki a kedvezőbb nyomásztint. Már a 80-as, 90-es években felmerült az az igény, amikor Borbánya lakosság száma is kezdett növekedni, hogy valamilyen nyomásfokozó műtárgyat erre a 600-as vezetékre, ami itt a Tünde utca felől itt érkezik és itt ágazik el a város, illetőleg ki a Borbánya, illetőleg rozsdétszőlő irányába. Egy ilyen nyomásfokozó műtárgynak a létesítési igénye már ekkor felmerült, mert a fogyasztók a főleg a Borbányának és rozsdétnak a külső részein annyira leesett a nyomás, hogy alacsony nyomásértéket tapasztalhattak, amely nyilván egy nyári időszakban egy magasabb vízelvétel mellett esetlegesen bosszúságot is tudott okozni. Most ez is megvalósul. Tudni kell, hogy ez időlegesen megemeli az ipari park kifogyasztók számára magasabb vízkivételi lehetőséget biztosít, de az első ütem, amelynek a nagy tender eredményeként a kivitelezés megindult, az első ütem befejeztével, és a második ütem tervezése most zajlik, a második ütem kivitelezésével lényegében ez már teljes egészében közcélú fejlesztésnek tekinthető, hiszen célvezetékkel fogjuk hosszú távon biztosítani az ipari parknak a vízellátását. Ez az átmeneti 2-3 éves időszakban kerül sor innen az ipari park vízellátásának a biztosítására. A mű megépítéséhez meglévő szennyvízcsatorna és térvilágítási hálózat kiváltása is szükséges volt. A kivitelezési munkák február 11-ig befejeződtek, az ezt követő próbaüzem után pedig március 12-én a műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárult. A nyomásfokozó egységben az üzembiztonság céljából 3 darab szivattyú egység került elhelyezésre, ebből 2 szolgálja a megnövekedett vízigények kiszolgálását, egy pedig meleg tartalék, mint az üzembiztonsági célokat szolgál. Jelenleg ugye az ipari parkban még nem jelentkeznek ezek a többlet vízigények, viszont az üzembehelyezése a nyomásfokozónak megtörtént. Az elmúlt egy hónapban végrehajtottuk a próbaüzemet, ami sikeresen lezárult, és már a lakosság is érezheti, hogy a megszokott nyomáshoz képest durván egy olyan 0,6 bár nyomásértékkel nagyobb nyomást tapasztal. A próbaüzem időszakában rövid időre, 2 alkalommal, 1-1 órára esetleg tapasztalhattak nyomásesést. Ez annak volt köszönhető, hogy ebbe az időszakban végeztük el a nyomásfokozó terhelési próbáját. Imitáltuk azt a fogyasztásnak még a többszörösét is, ami elvileg az ipari parkban jelentkezni fog, és megnéztük, hogy a szivattyúk valóban tudják ezt a teljesítményeket, szállítási kapacitásokat, ami betervezésre kerül. És örömmel mondhatom, hogy ez teljesült, a szivattyú stabilan működik, az üzemeltetésben a próbaüzem alatt gondok nem jelentkeztek.
A műtágyban elhelyezett szivattyúk áramellátásának folyamatos biztosítása érdekében beszereztek egy dízel aggregátort is, amely az elektromos esetleges üzemzavarok áthidalására szolgál. A nyomásfokozó helyszínén a debreceni Simai Tünde utca kereszteződésében a munkákkal igénybe vett és részben felbontott közterület esztétikus és teljes körű helyreállítása is megtörtént. A járdák mellett több út is megújul Nyíregyházán a következő hónapokban, jelentette be dr. Kovács Ferenc polgármester hivatalos közösségi oldalán. Újabb fejlesztési csomag megvalósítása kezdődik városunkban, ezúttal 29 járdára koncentrálva. Most szintén jó hírrel indul a hét, több jelentős út is megújul, csak néhány most indulót kiemelve. A Család utca 524 méter hosszon, a Dohány utca 145 méter hosszon, a Kórház utca pedig az 1-től 11 szám között a társasházak előtt a parkolókkal együtt, részletezte Nyíregyháza polgármestere. Március 7-én ülésezett a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottsága, és döntöttek az elmúlt időszakban beérkezett javaslatokról. A 2013-ban megalakult Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság gyűjti, koordinálja a nemzeti értékek kategóriái alapján a lakosságtól és a szakmai szervezetektől beérkező javaslatokat, és dönt az értéktárba való felvételről. Ennek eredményeként 5 új értékkel bővült a lista, így összesen jelenleg már 68 nemzeti értéket számlálnak. 2013-ban alakult meg a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság, azóta gyűjti, koordinálja a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái alapján a lakosságtól és a szakmai szervezetektől beérkező javaslatokat, és dönt az értéktárba való felvételről. A régmúlt emlékei mellett mindaz bekerülhet az értéktárba, amire mindannyian büszkék vagyunk, legyen az egy-egy jeles városlakó vagy intézmény, testület, egyesület szakmai munkássága, sportteljesítménye, gyűjteménye, technikai találmánya, vagy akár egy rendezvény is. Március 7-én ülésezett a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottsága, és döntöttünk a beérkezett javaslatok felől, így 5 új értékkel bővült a település értéktára, összesen 68 nemzeti értékünk van, tehát bekerült az értéktárba Toma András, az utolsó hadifogoly, a Józsavárosi Napok című rendezvény, Burger István emlékezete, Németh József táncdalénekes zenei életműve, valamint egy épített környezet, a Túróci László evangélikus óvoda és magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskolának a gyönyörű épülete. Tomaszowski Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke hangsúlyozta, nagy öröm, hogy a Józsavárosi Napok is bekerült értékei közé, hiszen az egyik legnépesebb városrészt egyedülálló, közösségformáló, kulturális programokkal teli rendezvénye, amely az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet fordított a hungarikumokra is. Az idén 50. alkalommal megrendezendő kétnapos program szervezője Nagy Szabina elmondta, több éve aktívan jelen van a Józsavárosi Napok munkálataiban, és nagy megtiszteltetés számukra ez az elismerés. 1975-öt írunk, amikor a Kelet-Magyarország augusztusi számában először cikkeznek arról, hogy játéknapot szerveznek a józsavárosi városrészben. Ez volt az első olyan alkalom, amely a helyi közösség összefogására irányult. Az akkori szervezők és életre hívók egy hagyományteremtő jelleggel indították el a akkori józsavárosi napokat. Gyermekkoromban részese voltam folyamatosan ennek a rendezvénynek, majd 2016-tól aktív szervezőjeként is részt vehetek benne, és mondhatom, hogy a Józsavárosi Napok Nyíregyháza egyik jellegzetessége, egy olyan programsorozat, amely tele van értékekkel, hagyományokkal, és nagyon nagy gondot fordítunk arra, hogy megjelenjenek benne a nemzeti értékeink, a hungarikumok ápolása is. A Józsavárosi Napok az a korából kifolyólag is érdemes arra, hogy értéktárunkat gazdagítsa, valamint a célját és a minőségi programokat tekintve is, és azt gondolom, hogy ez az 50-es jubileumi évforduló, amely hiteles keretet ad annak, hogy a Nyíregyházi Települési Értéktár értékei között szerepeljen.
A józsefvárosi napok az elmúlt esztendőkben is nagy népszerűségnek örvendett. A több éve már kétnapos rendezvényre rengetegen érkeztek, nem csak a Józsefvárosból, hanem Nyíregyháza más városrészeiből is. Az elmúlt évben a hungarikumok mellett helyi termelők kézműves portékáit ismerhették és kóstolhatták meg a résztvevők, színes színpadi programokat kínáltak, de tűztánc és utcabál is várta a lakosságot az Ungvár sétányon. A méltán értéktárba került program pedig a 2024-es évben sem marad el. A Nemzetközi P-napot március 14-én világszerte rendezvényekkel, vetélkedőkkel és konferenciákkal ünneplik. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete 2022. márciusában csatlakozott a kezdeményezéshez. Elsősorban a matematika népszerűsítése a cél, de igyekeznek minél szorosabbra fűzni az együttműködést a helyi középiskolásokkal a 3,14 bűvkörében. A PIT mindenki ismeri, jelezte nagyvonalúan a Nyíregyházi Egyetem tanára a 3,14 kapcsán, hiszen már az általános iskolában találkoztunk vele. Sokaknak rémlik valami a körrel kapcsolatban, de hogy miért ilyen fontos mindennapjainkban ez a bizonyos Ludolf-féle szám, csak kevesen értik. Pedig játékos futóversenyt, PIT-es sütőversenyt is tartanak, nem csak hazánkban, hanem angol nyelv területen is. 1988 óta szervezik március 14-én vagy a közeli napokban szerte a világban. A Nyíregyházi Egyetem 2022-ben csatlakozott a nemzetközi ünnephez. Idén is közel 100 középiskolás jelentkezett a meghirdetett matematika versenyre. Alapvetően úgy definiáljuk a PIT, hogy a kör kerületének és átmérőjének a hányadosa. Ezt az emberiség évezredek óta ismeri és használja valamiféle közértéssel. A legelső technikai társadalmak, ahol építkezés volt, Mezopotámia, Egyiptom már használták. Mi 3,14-ként ismerjük legtöbben, de azért ezt illik tudni, hogy ez egészen sokáig kiszámolható. A mai ismeretek alapján akár 60-70 billiárd jegyre is ismerjük ma már a pi értékeit, a jegyeinek az értékeit. Ez természetesen sosem állhat meg. Ez nem annyira érdekes az egyéni, az átlagember szempontjából, ennek a matematika fejlődése szempontjából és az informatika fejlődése szempontjából van jelentősége. Gondolkodtató, inkább érdekes feladatokat kaptak a fiatalok. A bemelegítő kérdés például így szól. Bori néni pulóvert köt 40 km/h sebességgel. Hogyan változik a sebesség, ha időnként Pista bácsi is beleköt? A rendezvény elsődleges célja az, hogy felhívja a matematika jelentőségére a figyelmet, és bevonják a középiskolásokat, a potenciális hallgatókat a kampusz közegébe. A fiatalokat edukálja a Medve Matek, illetve a Matematika Összeköt Egyesület internetes közössége is. A matematika gyakorlatilag nálunk mintegy 5-6 kolléga foglalkozik, mármint belső főállású kolléga foglalkozik matematika oktatással, és hát természetesen külsősökkel is dolgozunk. Nem csak a saját szakjainkon belül, mintegy 8 szakot gondozunk mi, hanem a Nyíregyházi Egyetem többi intézetének képzéseibe is beoktatunk, ilyen csúnyán fogalmazok, de ez a valóság, mint például a mérnökképzésben, vagy a gazdálkodás és menedzsment szakon, sőt, még hagyd mondjam, hogy a szociálpedagógiában is megjelenik például statisztika tárgy keretében a matematika. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetében 4 szinten 8 szakon folyik az oktatás. A mérnök informatikustól az informatikus könyvtároson át, az angol nyelvű programtervező informatikusig. A görög kerület szó első hangja a pi, mely a középkorból való elnevezés. A pi különben egy transzcendens szám, mondják a hozzáértők, végtelen számjegyeinek kiszámításával még Archimédesz is próbálkozott. Az űrkutatás, de az építészet is használja a pi értékét, tehát nagyon is hasznos és gyakorlatias szám, ez a 3,14. Multisportfesztivált szerveztek a Bem József általános iskolában. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Elütöttek egy győzet szerda reggel a sóstói buszvégállomásnál. Az autós a kárt nem jelentette, az illetékes vadásztársaság a vadat elszállította. Megkezdi a kivitelező a Garibaldi és a Kuldi Gyula utca felújítását.
A munkálatok csütörtök reggel 7 órakor kezdődnek. A kivitelező arra kér az autósokat, ne korlátozzák a munkákat. Köszönik a megértést és a türelmet. Az István és a László utca között is megújul a járda. Ezen a szakaszon részben vadonatúj járdát is épít az önkormányzat. A belső körúton tábla is jelzi a munkavégzést. Szabálytalanul váltott sávot egy kishaszonjármű a Bethlen Gábor utcán szerdán, és neki hajtotta a mellette párhuzamosan haladó személygépkocsinak. Mindkét autóban jelentős az anyagi kár, a rendőrség az ügyben intézkedett. Hármas karambol történt szerda délelőtt a Nagyvárad utcán. Egy autós a kórház hátsó kapujából kívánt az útra hajtani, ahol két hobbi terepjáróval is ütközött. Senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. Multisportfesztivált szerveztek a Bem József általános iskolában. A mindennapos testnevelés több évtizedes hagyományra tekint vissza az intézményben, 2023-ban pedig csatlakoztak a Magyar Diáksport Szövetség által életre hívott aktív iskola programhoz is. Ennek részeként zenés közösségformáló napot szerveztek kedden a gyerekeknek, ahol különböző sportágakat próbálhattak ki, izgalmas kihívásokat és akadályokat teljesíthettek az ötödik osztályosok. Rengetegen sportoltak egy időben a Bem iskola tornacsarnokában kedd délelőtt. Az intézményről sokan tudják Nyíregyházán és a térségben egyaránt, hogy egy igazán aktív iskola, diákjai pedig több sportágban is kiemelkedően teljesítenek. A gyakori testmozgás nem áll távol a tanulóktól, hiszen sok éve bevezették a mindennapos testnevelést. A kedden szervezett multisportfesztivál célja az volt, hogy még több sportággal ismerkedjenek meg a diákok. Nekem nagyon-nagyon tetszik, ez nagyon jó fesztivál lett, ez többi is nagyon jó. Szerintem nagyon jó, hogy így együtt dolgozhatunk a többiekkel. Szerintem nagyon jó, hogy ilyen sok program van. Élményközpontú iskolaként a pedagógusok arra ösztönzik a gyerekeket, hogy örömöt találjanak a sportban és a testmozgásban. Így volt ez a Multisport Fesztiválon is, ami a Magyar Diáksport Szövetség által életre hívott aktív iskola program kapcsán jött létre. Ehhez a kezdeményezéshez tavaly csatlakozott a Nyíregyházi intézmény. Ugye szeptembertől indult el az aktív iskola program iskolánkban, ezáltal a gyerekeket az egészséges életmódra, a mozgás szeretetére próbáljuk nevelni. Ugye a Magyar Diáksport Szövetségnek az a célkitűzése, hogy minden gyerek legalább 60 percet mozogjon egy nap, és ezekkel az ilyen fesztivál jellegű mozgásokkal szeretnénk velük megszeretetni a sportot és ezt elérni. A keddi fesztiválon a Bem József általános iskola és tagintézményeinek 5. évfolyamos diákjai vettek részt, 4 iskolából mintegy 160 fő. A diákok 10-12 fős csoportokban összesen 15 állomáson ismerhették meg a különböző sportágakat. A fesztivál lebonyolításában a 8. osztályos tanulók segítették a pedagógusok munkáját. Ismét Nyíregyháza lesz a központja a kerékpáros ifjúsági világkupa egyik állomásának. Augusztusban rangos mezőny érkezik a vármegye székhelyre, de több nyíregyházi kerékpárosnak is szurkolhatunk a következő hónapokban. Újvári Zoltán azért harcol, hogy kijusson az olimpiára. Számos rangos nemzetközi kerékpárversenyt rendeztek az elmúlt években Nyíregyházán. A sorozat idén sem szakad, meg augusztusban újból a megyeszékhely lesz a házigazdája az ifjúsági világkupának, de Vásáros-Namin térségében is rendeznek egy nemzetközi versenyt. Az ifjúsági világkupa, ami a tavalyi sémához hasonlóan megint két naposra kerül megrendezésre, augusztus 14 és 15-én, 14-én a Berekbe, Vásáros-Naményi központtal. A MKS Liga kupa futamnak a pályáján fognak versenyezni a srácok, illetve másnap délelőtt Ibrányba, egy körpályán kerül megrendezésre ugyanazon az útvonalon, mint a tavalyi évben, illetve délután Nyíregyházi központtal egy egyenként időfutam, ami az elmúlt években nagyon látványosra sikerült, a tavalyi útvonal módosítással kisebb galibát okoztunk a városlakóknak, és az idei évben ugyanezzel az útvonallal kerül megrendezésre az egyenként időfutam is.
megyei kerékpár versenyzőkkel, remélhetőleg a Tour de Hongrin is találkozhatunk. Renko Norbert korábban Olaszországban is versenyzett, most Szlovéniába utazik majd, de a fő versenye idehaza lehet. Ha bekerülök a válogatott keretbe, akkor a Tour de Hongrin, az lenne az első, utána pedig az országos bajnokság, utána pedig a több naposok, azok nekem azok a kedvenceim. Szintén országúti versenyeken indult csapattársa, Nagy Bendegúz, ő triatlonosként kezdte pályafutását. Renko Norberthez hasonlóan idén a Karcak csapatát erősítik. A sportágat nagybátyám révén kezdtem el, Kovács Zoltán révén. Ő az elején még csak triatlonban segített, de majd később a Winnibanknál kezdtem el sportolni, és már ott onnantól kezdve végig ő edzett, most is, az ő kezei alatt nevelkedem, és hát utána mentem tovább Debrecenbe a DKS-i csapatához, és onnan pedig egyből az Epronexhez kerültem, ahonnan tavaly jöttem el, ide a Karcakhoz. Az NKS-e BMX versenyzője Újvári Zoltán. A sportoló legutóbb Japánban indult világkupa versenyen. A világkupa eredmények közül ezt tudhatom be magamnak most az eddigi legjobbnak, a 20. helyen sikerült végezzek. Sajnos a döntőnket elmosta az eső, az időjárás nem nagyon kedvezett nekünk, úgyhogy nem tudtam megmutatni a kicsit jobb tudásomat a döntőben, amivel tudtam volna szerintem javítani 3-4 helyet, de összességében elégedett vagyok a teljesítménnyel. A nyíregyházi sportolónak még van esélye arra, hogy kijusson a párizsi olimpiára, de számára a fő cél az, hogy 2028-ban legyen ott az ötkarikás játékokon. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Megtörtént a Debrecen és Simai Tünde utca kereszteződésében kialakított nyomásfokozó műszaki átadás átvételi eljárása. A 30 napos próbaüzem során nem merült fel hiba jelenség. A fejlesztés nem csak az ipari park szempontjából jelentős, eredményeként közel 12 ezer ember számára alakul ki kedvezőbb nyomásszint. Március 7-én ülésezett a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottsága, és döntöttek az elmúlt időszakban beérkezett javaslatokról. A 2013-ban megalakult Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság gyűjti, koordinálja a nemzeti értékek kategóriái alapján a lakosságtól és a szakmai szervezetektől beérkező javaslatokat, és dönt az értéktárba való felvételről. Ennek eredményeként 5 új értékkel bővült a lista, így összesen jelenleg már 68 nemzeti értéket számlálnak. A Nemzetközi Pi-napot március 14-én világszerte rendezvényekkel, vetélkedőkkel és konferenciákkal ünneplik. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete 2022. márciusában csatlakozott a kezdeményezéshez. Elsősorban a matematika népszerűsítése a cél, de igyekeznek minél szorosabbra fűzni az együttműködést a helyi középiskolákkal a 3,14 bűvkörében. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!